Férfi labdarúgó válogatottunk szombaton Szerbia ellen vív Európa-bajnoki selejtező mérkőzést. Egy esetleges győzelemmel óriási lépést tennének a kijutás felé. Sérülés miatt viszont nem léphet pályára Vili Orbán, a védelem fontos láncszeme. Oroszlányban élő édesapja most beavatta stábunkat a fia gyermekkorába. Büszkén mutatja gyermeke válogatott felszerelését Orbán Vilmos. Sajnos a védő ezt most nem öltheti magára, de mindketten bíznak a gyors felépülésben, és távolról szurkolnak a magyar csapatnak. Teljesen kikészült idegileg, hogy a fontos mérkőzéseken ugyebár nem játszhat. Megviseli nagyon, hát egy harcos típus, nem szeret veszíteni se. Most mindent megtesz azért, hogy minél felépüljön tulajdonképpen a sérüléséből. Ő is figyeli a mérkőzést teljes mértékben, ott szurkol a magyar válogatottnak. Engem is kicsikét úgy lelkileg odavág, hogy hát csak a gyerekem is egy jó küzdős gyerek, és nem tudott harcolni a magyarokért. Az oroszlányi férfi sokáig Németországban élt, ott ismerte meg lengyel származású feleségét, akitől Vili született. Miután elváltak, Vilmos hazaköltözött Magyarországra. Bár fia külföldön maradt, a nyarakat nála, itt oroszlányban töltötte. Kiskorában már automatikusan mindenbe belerugott, amit csak gyömbölyű volt, vagy gurult, összetörtek pár porcelán vázát is ott a labdájával. Azt így egyszerűen én automatikusan a labda, akármilyen helyzetben volt, hogy mindig a labdát kereste, semmi más nem is érdekelte. Tele volt energiával, és a szülőknek kezdeni kellett vele valamit. Ezért levitték Kaiserslauternben a helyi profi csapathoz. Édesapja elmondása alapján 13-14 évesen már annyira stabilan állt a lábán, hogy nem lehetett fellökni. Minden szempontból elképesztő tudatosságról tett tanúbizonságot. Benne volt ez, hogy mit teszik, nem válogatós volt, csak benne volt az, hogy ezt nem eszem, azt teszem, a cukrot mellőzöm, csodálkoztam is, hogy jött hozzám üdülni, mondom, nincs itt anyukád, így nyugodtan egy kólát. Ő nem iszik semmiféle szélsavas üdítőitalt, mert az nem szabad. A befektetett munka megtérült, profi labdarúgó lett. 2015-ben aztán a Kaiserslautern együtteséből Lipcsébe került, és azóta is ott játszik. Sőt, ma már ő a csapat kapitánya. Édesapja minden meccsén kint van, most pedig azt is megmutatta, hol rúgták annó a bőrt. Ez egész ilyen ketrec volt tulajdonképpen, aztán tavaly előtt lebontották a ketrecet, ez lett építve helyette egy parkoló. Van egy csomó barátom, akik velem edzősek, és egyformakorú gyerekeink voltak, ilyen 6, 7, 8, 9, 10 évesek egykorúak, és voltak ilyen csapat. Lányok is beálltak focizni a fiúkkal, és addig, amíg nem kezdett komolyabban focizni, hogy edzőtáborok után, hogy már idősödött, ugyebár, akkor már nem volt neki ideje hazajönni. De volt az a 6, 7, 8 éves korában itt a gyerekekkel egykorúakkal belerúgták a labdát. Közben megcsörren a telefon, épp Vili fia hívja. Németül folyik a diskurzus, közben mi is érdeklődünk, hogy léte és a selejtező mérkőzés felől. Schönen Tag! Nincsenek elvárásaim, inkább nagy bizalmam van, hiszek a csapatban. Nagyon erős együttesünk van, és kiváló, különleges közönségünk. Nincs kétségem, jól fogunk játszani. Bízom a kapitányban is, jó munkát végeznek. Szívesen pályára léptem volna, de ez a helyzet, hogy most el kell fogadnom, hogy nem tudok. Kicsit még türelmesnek kell lennem, egyre jobban visszajön a stabilitása a térdemnek. Lipcsében számítanak rá, 2027-ig meghosszabbították szerződését. A mi útunk is tovább vezet. Mint kiderült, a gyerekkori nyarak alkalmával a foci mellett sokat horgászott családjával a közeli Bokodi tónál. Mikor megkaptam a két gyereket a nyári szünidőben az asszonytól, akkor rám volt sózva, hogy vigyem őket le a Balatonra. Nos, mivel itt lakok nem messze ettől a tótól, én úgy gondoltam, hogy inkább idehozom őket. Itt egy nyugodt kis hely, itt alacsony a vízállás, tudnak pecázni, kadlót szedni, grillezni. Szóval egy gyereknek ez komoly nagyobb élmény, mint a Balaton tulajdonképpen. Épp le is lettem cseszve az asszonyomtól, hogy hát átvágtam a gyerekeket. Halat fogni szeretett, csak nem tette rá a csalit, azt nem szerette, meg levenni a halat se szerette, azt inkább a testvérére bízta, a lány testvérére. Vili Orbán választhatta volna a német válogatottat is, de Marco Rossi hívására végül a magyar csapat mellett döntött. Eddig 43 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, melyben 6 gólt szerzett. Tagja volt az előző Európa-bajnokságon szereplő csapatnak. Hát volt német utánpótlás válogatott, U17-es, meg U19-esbe is, azt utána mellőzték egy darabig,
azt, hogy telnek, múlnak az évek, bepöccent, azt mondta, jó apa, akkor mi jövök haza magyarba, aztán nem érdekel a német csapat. Azóta nagyon fájlalják, hogy elengedték őt a németek, de most a gyerek így örül is neki, hogy na, nesztek, itt a magyaroknál jól vagyok én, stabilan. Apa és fia bízik abban, hogy a csapat kijut a 2024-es Európa-bajnokságra is. Ha szombaton a szerbek, valamint kedden a litvánok ellen szintén nyernek, már biztos résztvevők.